Sziasztok, Viktor vagyok Japánból, Japánról, és ez itt a Vlogmas 10. napja. Ha jól emlékszem, a Vlogmas 4. napján én voltam a videós, és akkor beszéltem egy kicsit arról, hogy mi az, amik engem így viszonylag negatívan megleptek Japánban. De már akkor is említettem, hogy szeretnék majd arról is egy pár dolgot elmondani, hogy mi az, ami viszont pozitívan érintett Japánban, vagy mi az, amit én nagyon pozitívnak gondolok, és amiért úgy gondolom, hogy jó itt élni mindenféle egyéb negatívum ellenére. Most ezekről fogok beszélni, megint ugye szintén írtam pontokat, írtam kis táblázatot magamnak, úgyhogy majd néha le fogok ide pillantani, nehogy félreértsétek, hogy más nézek. Hát lássuk akkor, mik ezek a dolgok, amiket én pozitívumnak élek meg, vagy amiket én úgy gondolom, hogy jó, hogy van Japánban. Az első és legfontosabb pont szerintem mindenkinek az életében, hát nyilván van szeretet, család, stb., de mindez azért elég nehéz jó anyagi háttér nélkül, és úgy gondolom, hogy Japánban ugye nyilván az ország a harmadik leggazdagabb ország a világon, azért ez nyilván valamit sejtett már abból, hogy az anyagi jólét és az anyagi biztonság az eléggé jó az országban. Nem azt mondom, hogy ez az egyik ok, amiért itt élek, viszont ez az egyik ok, amit nyilván az ember otthon tankönyvekből stb. Nem tud átérezni. Elolvashatja a számokat, megértheti, de átérezni nem tudja, kizárólag akkor, hogyha hosszabb ideig itt él. Tehát az egyik fontos dolog az, hogy nyilván alapvetően jók a fizetések. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy 30-as éveiben járó átlag irodai dolgozó, vagy mit tudom én, valamilyen cégnél dolgozó ember, hát szerintem azért már minimum egy 300 ezer jent megkeres egy hónapban. Az árak viszont ehhez képest nem annyira drágák, sőt mondhatni, hogy körülbelül annyi, mint otthon, és hát azért, hogyha ezt így átszámítjuk, akkor tehát mint a 300 ezer forint, az körülbelül egy ilyen, hát nem is tudom, 600-700 ezer forint közé esik valahol. Azért abból szerintem eléggé jól meg lehet élni Magyarországon. Az egyetlen drága dolog, amit itt el tudok mondani, az talán maga az ingatlan vagy az ingatlan bérlés, de ezen kívül mondjuk az ételek, a különféle szolgáltatások és a közszolgálati dolgok, tehát mit tudom, vagy a víz, gáz, villany, ilyesmi, ezek tulajdonképpen nem is drágább, sőt szerintem a víz, gáz, villany talán még olcsóbb is, mint Magyarországon, én úgy gondolom. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nem csak nyilván a fizetések meg az árak, hanem úgymond a munkahelyi folytonosság, tehát nagyon-nagyon ritkán hallani tényleg az, hogy arról, hogy valakit kirúgnak. Nem mondom, hogy a munkahelyi légkör és úgy általában az egész foglalkoztatás olyan marha jó Japánban, mert erről ugye nagyon sok rémhírt lehet hallani. De ettől függetlenül egy dolgot elmondhatunk, hogy folytonos. Tehát ahhoz már valami irgalmatlan hülyeséget kell csinálni, hogy valakit kirúgjanak. Általában úgy kell elképzelni tényleg, mint egy család, amiben, hogyha az ember bekerül, akkor már odafigyelnek rá, megpróbálják ott tartani, próbálják kicsit egyengetni az életét, de ettől ezért persze elvárják azt, hogy az egyén is odaadja magát, úgymond. Tehát kicsit más, hogy éljük meg ezt az egészet, mint nyugaton. Tehát nem az van, hogy úristen, hülyeséget csináltam, ki fognak rúgni, vagy mit tudom én, hanem úgy van, hogy úristen, hülyeséget csináltam, most mennyi problémát okoztam az embereknek körülöttem, és ezért majd, hát tényleg, hát őszintén bocsánatot kell kérni, nincs mese, de nem kell attól tartani, hogy tényleg, hogy elhajtanak. Tehát az valami iszonyatosan rendkívüli dolognak kell történnie. Ez általában nem munkával kapcsolatos probléma. Tehát gondolok itt mondjuk lopásra, mit tudom én, droghasználatra, szexuális zaklatásra. Tehát ezek azok szerintem, amikért elképzelhető, hogy valakit kirúgnak a munkahelyéről. Úgyhogy ez az anyagi létbiztonság, jó árak és jó bevétel, ez szerintem egy nagyon-nagyon pozitív Japánban, amit előtte ugye nyilván csak így papíron tudtam, de nem éreztem át, hogy ez mennyire más érzést ad az embernek a mindennapjaiban. A második pontom, amit már többször ecseteltünk Bogival, az a közbiztonság, a jó közbiztonság. Erről nem is szeretnék olyan marhasokat beszélni. Igazából tényleg csak annyi, hogy nem kell félni, hogy kirabolnak, betörnek, stb. Van rá példa, nem mondom, hogy nincsen. Nyilván attól függ, hogy hol. Tehát itt mondjuk itt Himeji-ben én betörést, lopást, hát nem nagyon hallottam, még most már 3 éve itt lakunk, és még egyszer sem, még csak nem is fel sem merül. Tehát annyira furcsának érzik, hogy valakinek ellopták az autóját, vagy betörik az üvegét és kivesznek belőle valamit, vagy betörnek a lakásodba, vagy ilyesmi. Tehát ezek ilyen rettenetesen
extrém dolgok, és én szerintem itt a helyiek úgy tartják, hogy á, ilyen csak külföldön van, ilyen Japánban nincsen. Jó, mondjuk azt hozzá kell tenni egyébként, hogy nekem a bankkártyámról lehúztak egy csomó pénzt, sajnos kiraboltak a bankkártyámat, és ez Japánon belül történt, tehát Japánon belül lett elköltve ez a pénz. Viszont hát nyilván visszakaptam ezt a pénzt a banktól, és hát nyilván ezt most nem lehet megmondani, hogy ez pontosan hova valósi az illető, aki ezt csinálta, hogy Japán, nem Japán, melyik városban született, vagy ilyesmi, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nekünk semmilyen atrocitásunk még nem volt, és ebbe bele kell érteni azt is, hogy a nyugodt légkör, amiről már nagyon sokat beszéltünk, és amit még azt hiszem az előző, a negatívumos videómban is mondtam, hogy nagyon kevés a konfrontáció. Tehát tényleg nincs az, hogy az emberek akárhol kötekednek egymással, vagy beszólnak egymásnak, vagy mitten véletlenül neki megy valaki a másiknak. Nincsen belőle balhé. Tényleg annyi, hogy bocsi, és megy mindenki tovább. Ez megint csak, hogyha még hozzávesszük azt, hogy amit az előbb mondtam, hogy jó anyagi háttér viszonylag, tehát úgymond egy nyugodt megélet, és nem mondom, hogy gazdag, hanem inkább nyugodt. És mindemellé még az van, hogy a környezet sem ingerli az embert, akkor ez azért ez egy nagyon fontos dolog. Van az embernek bőven elég stressz az életében, a munkából kifolyólag, egészségügyi dolgok, gyerekek, család, stb. Van millió egy dolog, minek terheljük még magunkat fölösleges dolgokkal, és szerintem a japánok is így gondolkodnak, és ez nekem nagyon szimpatikus. Ja, és még valami ezzel kapcsolatban, az utak, a közutaknak a biztonsága szerintem nagyon-nagyon jó a közbiztonság az utakon is, ugyanis mondhatnám, hogy eléggé lassan vezetnek a japánok, tehát mondjuk így autópályán általában ilyen, hát nem nagyon-nagyon sűrű, hogy 80-as táblát lehet látni, vannak 100-as táblák, de általában szerintem 120-nál már sokkal senki nem megy gyorsabban. Inkább a 100-as tempó jellemző, aki pedig nagyon odafigyel, vagy kezdő vezető, annak az általában autópályán is 80-nal döcög. Ami most igen, persze lehet mondani, hogy én kemény legény vagyok, én 160-nal megyek mindenhova, vagy 150-nel megyek mindenhova. Én pedig úgy vagyok vele, hogy igazuk van, nem kell gyorsan menni. Tényleg, jobb később odaérni, mint soha, de nem. Jó, nyilván most, hogyha 80-nal megyek az autópályán, az tényleg úgy gondolom, hogy ez egy kicsit túl biztonságos, de azt hiszem, hogy egy 100 vagy egy 110-es tempóval olyan rettenetes nagy késés nem történik, ellenben szerintem az egy eléggé biztonságos tempó, amivel úgy fel lehet tartani azt, hogy ne legyen folyamatos baleset. És szerintem itt Japánban nem is nagyon hallok. Halálos balesetről nagyon ritkán hallok. Koccanások nyilván vannak így a városban, de azért így nagyobb balesetekről. Hát én nem nagyon tudok, nem, azt hozzá kell tenni, hogy nem nézek tévét, de így nem nagyon hallottam így ismeretségi körömből. Hát most véletlenül két pontot egybe vettem, annak ellenére, hogy fel van írva a telefonomba, de mindegy. Tehát akkor jöjjön most amúgy negyedik pont, de most igazából harmadik pont. Ami tényleg nagyon meglepett, amikor kijöttem, és nagyon pozitív van, az építkezések, útépítések, épületek, mit tudom én, felújítás, stb. És ennek a precízsége, a gyorsasága, és a környezetének, az építkezés környezetének az akadálymentesítése. Ebben tényleg nagyon profik a japánok. Iszonyatosan. Minden építkezés tényleg úgy kezdődik, hogy fogják, és ilyen marha nagy panelfalakkal körbeveszik. Egyrészt azért, hogy ne legyen látványos, ne legyen az, hogy a munkások ott szívnak valamivel, és akkor ezt nézi mindenki. Másrészt azért, hogy ne menjen ki a zaj, a por és egyéb. Most láttam pont egyébként az egyik ilyen falon, hogy ez valami olyan speciális fémből épül, ami mit tudom én, hogyha rásüt a nap, akkor megtisztítja a levegőt, vagy nem tudom, lehet, hogy ez kamu, de már elfelejtettem, mindegy. A lényeg az, hogy tényleg erre nagyon odafigyelnek. Utána felállványozzák, és szépen tényleg beborítják az épületeket, tehát sem a munkásokat nem látni, sem a falat nem látni, semmit. A környező, vagyis hát a építkezés környékén az utcára ki vannak rakva kis ilyen fénykardos öreg bácsik, akik meg jelzik ugye az embernek, hogy mehetsz, nem mehetsz, és fütyülnek a teherautóknak, hogyha azok mennek be, stb. Ja, akkor mit tenni, a járdára le van terítve, hogyha mit tenni, mondjuk vannak kábelek, amiket elvezetnek, vagy ilyesmi, akkor le van terítve egy ilyen hosszú műanyag szőnyeg, amin át tudsz gyalogolni, hogy még véletlenül se legyen az, hogy megbotlasz. Mindenhova ki van írva az, hogy Anzen Daiichi, ami azt jelenti, hogy a biztonság az első.
És ezt tényleg nagyon betartják, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Amúgy sem vagyok egy ilyen nagyon vakmerő ember. És az, hogy ennyire tényleg adnak az emberi biztonságra, a testi biztonságra, ez nekem nagyon-nagyon pozitív, abszolút. Pont ebben a negatívumos videóban mondtam el, hogy mennyire leterhelik az iskolás gyerekeket. Viszont szerintem alapvetően nagyon sokat adnak arra Japánban, hogy a kisgyerekes családokat úgymond szórakoztassák, tehát iszonyatosan sok családi program van, bevásárlóközpontokban tényleg szinte minden hétvégén, mondjuk alapvetően van valahol egy kis színpad, és mindig van valami kis fellépő, vagy valami rendezvény mindig történik. A városban tényleg ezer helyen lehet látni ilyen kis foglalkozást, olyan kis foglalkozást, amolyat, tehát a még nem iskolás gyerekeknek és szüleiknek iszonyatosan sok programot próbálnak nyújtani. Szerintem ez ugye része lehet talán annak, hogy a kormány próbálja mondjuk így előre mozdítani a gyermekek születését és a családok gyarapodását, ami természetesen egy pozitív dolog az ország gazdaságát tekintve. Viszont igen, a gyerekeket, az iskolásokat leterhelik, de azért nekik is van nagyon sok lehetőség, amivel úgymond ki tudnak mozdulni, és nagyon sokat sportolnak el a japánok. Ezt megfigyeltem, tényleg, tehát nagyon-nagyon támogatják a foci, baseball, asztali tenisz, tényleg nagyon támogatják a sportokat, és viszik a gyerekeket az általános iskolásnak, középiskolásnak időt nem sajnálva, szombat-vasárnap viszik a gyerekeket versenyekre. Tényleg millió egyszer látni, hogy gyerekek egyen melegítőbe mennek és vonulnak, és marha büszkék, hogy tagjai az iskolai csapatnak, és ez szerintem ez egy nagyon-nagyon jó pozitívum Japánban, tehát hogy a kisgyerekeket is támogatják, és alapvetően mondjuk a sportot, meg a kimozdulást is támogatják. Az utolsó pontom, amit gondoltam, hogy elmondok, de szerintem talán az egyik legfontosabb és legmeglepőbb, amiről amúgy én nem, tehát így a tanulmányaim során nem nagyon olvastam, és nem is nagyon hallottam, bár mondom én, amikor kijöttem, az most már hát lassan 9 éve lesz, amikor először kijöttem, 2009-ben jöttem ki először. Azóta persze sokat változott a világ, az interneten most már 1 millió ember ír, videózik Japánról, úgyhogy biztosan talán ti is olvastok róla, és amúgy már mi is beszéltünk erről előtte. A kórházak nagyon magas színvonalúak, és tényleg jól felszereltek. Szerintem maga a társadalombiztosítás, hát talán egy kicsit drágább, mint Magyarországon, bár megmondom, hogy szerintem nagyon vagyok tisztában vele, hogy Magyarországon is itt mennyi, így százalékos arányban, én tudom, hogy nyilván mennyit fizetek, de én nem hiszem, hogy sokkal drágább lenne, mint Magyarországon, viszont annyi, hogy csak a 70%-át fedezi, a 30%-át pedig ki kell fizetni a betegnek. Ezt már Bogi is ugye elmondta, amikor balesete volt, talán már én is elmondtam, de tényleg az, hogy tiszták, jól felszereltek, jó, hát az orvosok meg a nővérek ki vannak zsigerelve, mint az állat. Ez az ő dolguk, ezt nyilván én, mint páciens nem tapasztalom meg, de ettől függetlenül tényleg, amikor bemegyek egy kórházba, akkor egy nagyon-nagyon nyugodt légkör fogad. Pont azt hiszem, a múlt héten voltunk a Bogival a bőrgyógyász, vagyis hát egy ilyen STK-ban, a Himeji Városi Fő Kórházban, a bőrgyógyászati részen, és ott is úgy volt, hogy reggel beértünk ugye rendelés előtt, azt hiszem, úgy volt, vagy nem, 8 óra 15-kor kezdődött a betegfelvétel, és 9 órától kezdődött a rendelés. Mi ugye odamentünk 8 óra 15-re, hogy ne kelljen marhasokat várni, mert utána mennünk kell dolgozni, és odaértünk, és már 9 óra 10 perc előtt elkezdődött a rendelés, ami egy alapvetően már meglepő, hogy tök jó fejek, hogy elkezdik előbb. Viszont a rendelés hogy kezdődött? Az összes nővér kijött a szobáknak a bejáratához, vagy mit tudom, hogy hívják, az orvosi teremnek az orvosának a bejáratába, az ajtajába, kijöttek, és mondták, hogy megkezdjük a mai napot. Yoroshiku onegaishimasu, és akkor mindenki meghajolt, és elkezdődött a nap. Nincs rossz szag, tényleg nagyon nagy tisztaság van, nem tudom, mosdókba próbálják felújítani a dolgokat, hogy például ne kelljen kézzel kinyitni, mindenhol érzékelős csapok vannak, érzékelős ajtók, hogy ne kelljen, mert csak véletlenül se hozzáérni, ne legyen fertőzés veszély. Maszkot árulnak, mit tudom én, ilyen potomáron, 10 ilyenél, hogyha oda megy valaki, és nincs rajta maszk, akkor fel tudjon venni. Mindenben kiszolgálnak, hullakedvesek, de tényleg olyan, mintha egy ilyen bevásárlóközpontbeli szolgáltatás lenne, ahol viszont tényleg nagyon kedvesek. Szóval a kórházak nagyon-nagyon pozitívak, az egészségügyi szolgáltatás, meg ellátás, meg mindenféle dolog nagyon csak
pozitívumot tudok róla mondani szerintem, kivéve a fogászati kezelés, amit múltkor mondtam, de ezen kívül én azt hiszem, hogy más rosszat nem is tudok mondani. És az még egy fontos dolog szerintem, hogy minden évben elküldik a dolgozókat legalább egyszer, de inkább többször egy teljes körű egészségügyi kivizsgálásra, amiben egyébként bele tartozik mondjuk gyomortükrözés és igény szerint végbeltükrözés is. Ez is egy ilyen nagyon jó dolog, hogy az egészség megőrzésre adnak, nem pedig a kezelésre vagy a megelőzésre adnak nagyon sokat, és erre tényleg költenek és odafigyelnek. Van még egy pluszpontom, amit egyébként elfelejtettem mondani, és ez talán az egyik ilyen legmeglepőbb dolog Japánban. Most már ugye ezt már nem tudom többet ecsetelni, hogy biztosan a nézők, ti már sokat láttatok, hallottatok Japánról. Amikor én kijöttem, akkor még nem tudtam, tehát nagyon sok mindent tudtam a szép irodalomról, a történelemről, a nyelvi dolgokról, a nyelvészeti dolgokról, földrajzi dolgokról, társadalmi dolgokról, de ez egy olyan, tehát akkor én még nem néztem utána annak, hogy milyen tényleg az élet igazából Japánban. Tehát a szolgáltatóiparról szeretnék egy pár szót mondani, annyit, hogy ezt komolyan nem tudjuk elképzelni addig, amíg nem jövünk ide ki. Tehát az, hogy az ember bemegy egy bevásárlóközpontba, és amikor végigmegyek a bevásárlóközpontnak így az utcáján, ha éppen ott van egy eladó vagy ilyesmi, akkor azok meghajolnak és köszönnek nekem, függetlenül attól, hogy bemegyek a boltjukba vagy sem. Reggelente, amikor megkezdődik, amikor nyitás van és sétálunk, akkor ugyanúgy kijönnek, köszönnek, meghajolnak és mindenkit szeretettel várnak. Tök nyugalom van, nagyon-nagyon kedvesek és türelmesek az eladók, iszonyatosan. És azt sem mondhatnám, hogy rommá fizetik őket, hogy azért ilyen nyugodtak, mert annyira magas a fizetésük, nem. Egyszerűen ez a trend, ez a módi, és aki nem így dolgozik, azt nem látják szívesen, mert az nem ebbe a munkakörbe való. Olyan nehezen elképzelhető, olyan tényleg olyan álomvilágbeli a kiszolgálás, hogy tényleg kinyalják az embereket, de komolyan. Szóval ezt nem tudom jobban elmagyarázni, tehát az, hogy például bemegyek egy boltba, látszik, hogy nem vagyok egy marha gazdag ember, és azt mondom, hogy veszek magamnak egy farmert 4000 jenért. Nyilván ezt most nem a nagyobb gondokra, nem egy H&M-re kell érteni, hanem kisebb boltokba vettem egy farmert, és tényleg fogják a szatyrót, és a szatyrót hozva kisétálnak velem a bolt kijáratáig, és ott adják a kezembe a szatyrót, hogy még addig se kelljen elvinnem, és inkább ők kiviszik nekem. Szóval ilyen apróságok, de tényleg egyszerűen olyan kedvességgel állnak az emberhez, hogy azt én sehol nem tapasztaltam, sem Európában, sem Amerikában. Éltem ugye, hát Magyarországon nyilván éltem, Amerikában is éltem hosszabb ideig, de egyszerűen ilyet sehol nem láttam. Még egyébként Koreában sem. Ott is kedvesek, ott is úgy tűrhető, de ennyire nem, mint Japánban. És szerintem aki ide utazik, vagy aki már élt itt, az mindenki megtapasztalja ezt, hogy tényleg a világon nincs még egy ilyen szolgáltatóipar, vagy nem tudom mi, kiszolgálási kultúra, mint itt Japánban. Csak sikerült megint összehoznom egy jó hosszú ilyen beszédet, úgymond. Bocsánatot kérek megint érte. Ismét remélem, hogy azért volt olyan információ, ami mondjuk új volt számotokra, vagy mondjuk megerősítette azt, amit más forrásból szereztetek. Én úgy gondolom, hogy a Japánban a pozitívumok szerintem nagyon-nagyon überelik a negatívumokat, amiket múltkor elmondtam. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy összességében véve jó itt élni. Japánként nem biztos, hogy annyira értékelném például mit tudom, a céges kultúrát vagy ilyesmi, de mivel nem japán vagyok külföldi, ezért vannak olyan privilégiumaim, ami mondjuk japánoknak nincsen. Például egyébként a szakál. Azt szerintem, az szinte, tehát ilyen normális munkahelyeken úgymond, idézőjelben normális, tehát mondjuk szolgáltatóiparban, vagy irodai munká, vagy ilyesmi, biztos, hogy nem engednék meg. Tényleg ettől függetlenül úgy gondolom, hogy annyi pozitív és olyan nyugodt az élet, mármint a magánélet. Nem sok van belőle, legalábbis nekünk, de ami van, az tényleg nagyon nyugodt, és erre odafigyelnek, és ezt elmondhatjuk, hogy amikor mi elmegyünk valahova, kimegyünk ide-oda, nincs olyan, amiért idegeskednünk vagy aggódnunk kéne. Nagyon köszönöm, hogy megint végig tudtatok nézni, és kitartottatok velem. Tényleg őszintén köszönöm, mert nem tudom, én magamat kívülről nem látom, de valószínűleg bazinnalmas lehet. Úgyhogy mindenkinek nagyon jót kívánok, és továbbra is várjuk a karácsonyt, és jó videózás, és kérlek, hogy nézzetek minket. Boginak van ugye Instagramja, Facebookja, meg mit tudom én milyen, és ezekre is, hogyha gondoljátok, iratkozzatok fel. Instagramra egyébként nagyon sok képet állandóan azon lóg, ott lehet látni csomó ilyen érdekes kis képet róla, meg ilyesmi. Ezen kívül, hogyha esetleg mondjuk valakinek belefér és meg tudja osztani a videónkat, akkor az ugye két dolog miatt jó, egyrészt azért, mert mindenki hallhatja
a szuper előadásomat, a másik pedig az, hogy mi is kapunk egy kis nézettséget, vagy esetleg új feliratkozókat, amiket nagyon köszönünk, ti így tudtok minket támogatni. Úgyhogy szép napot, és bye!